napot kívánok! Jó napot kívánok! Sziasztok! Halleluja! Csá! Szia, Zoli! Halló! Halló, halló! Szia! Na, ezt leállítottak, akkor előváltom állapokat! Vegyük elő! Csíros néktél? Mit fogunk pontosan látni? Előveszünk most egy másik Warburgot egy garázsból. Ami majdnem olyan szép. Majdnem olyan minden. Megnézzük, fölfeszítjük azt az ajtót. Milyen, milyen a festék? UV? UV álló. UV álló, ez a legújabb UV álló. Megáll az UV-tól. Egy kis párom azt mondta, hogy kuplerájén, azt mondtam neki, nem itt, itt van, itt rend van. Ez egy normál kis garázs. Kuplerájén, akkor lányok, minden meg lehet találni. Ott a parolát. Ott a rozsdi kutyám, ő most éppen lazul. Mit kell tudni az autóról? Hát az autóról azt kell tudni, hogy szia! Hát ez egy 90-es 1.3-as Warburg. Kicsit át van alakítva, csak hogy úgy csinosabb legyen. Futómű át van egy kicsit faragva a kerekek miatt, hogy a kerekek fölmenjenek szépen. Nincs közbetét, meg ilyen nyalánkságok. Át vannak furva a dobok, agyak. Hát ez szerintem durván egy ilyen 8 centi ütetéssel bír, előállítható. Azt majd egyszer megmutatom, hogyan. Ilyen nagyon-nagyon primitív és nagyon egyszerű. De jó. De jó, így van. Hát ilyen központi zár, elektromos ablak. Van benne némi zene, 500 watt körül. Akkor... Csak szolidan, egy szokorrádió teljesen. Ülések, Clio RS. Motorral mindjárt hogy oda kukkantunk. Hát az autó azért full rendben volt patikázva egy ilyen 8-9 éve, lakatóval minden. Hát már jönnek elő rajta azért a dolgok, de ez a garázs sokat kimét rajta. Azt a kutya fáját! Ez egy injektorosított egy pont motor. Ez a szelepfedő nekem jobban tetszett, csak azért van rajta ilyen. Szebb is, mint a gyári. Így van. Mondjuk abban legalább van egy jó IFA felirat. Igen, az egy hiányzik. Igen. Az még nincs kizárva, hogy nem lesz begravírozva oda. Igen. Hogy szerzek egy hatalmas nagy IFA emblémát ide előre. Na, az kéne egyébként. Tudunk az egy eladót. Hát itt hát az utcára egy IFA hatalmas. Csak meg kell venni hozzá az egész autót. Warburg fejszóró. Az antennák, bazen. Egy kis polír neki, és kitakarítás, aztán már is. Ennek? Már is mehet fel a Feri Warburgjára. Mindjárt oda is adom neki. Aj, de kurva jó, de jó! Originál. DDR, érzed át, hogy DDR? Érzem rajta. Berakom a kalapkartóra, jó? Jó lesz. Na, mennyi alatt készült ez az autó? Ez az autó, kérlek szépen, hát ez folyamatosan készült, de 9 éve készült. 9 éve kezdődött a lakatolással, festéssel, akkor még a Nimcher kerekeken gurult, akkor én mindig jött az, hogy még mindig vágyom valamire, még ez így mindig nem elég. De nincs sok bal. Nincs. Szerintem az A3-as Audi már meg lenne belőle. De legújabb. Lehet, igen.
de nem baj, de ilyen viszont nem jön szembe, tehát én mindig ezt tartom, tehát én nem sajnálom azt az összeget, ami rajt van. Mert a, tehát a kárpotó, nem tudom mennyit láttad, most kifordultunk ott a Palotai útra, és az emberek így mosoly az arcokon. Mindig valamit szerzek rá. Ezek is saváló kiegészítők az ablakkereten. Ne legyen túl, mert ezt megkaptam, hogy egy halottas autó. Tudnék arról mesélni. És hát utána el is gondolkodtam rajta, hogy nem lesz egy halottas autó feeling rajta, érted, valami ezüst kereszt, meg ennyi. Valami... Hát de krómból kéne a van, kereszt isre. Meg egy félkoporsó mély láda kicsúszik, mikor fölnyitod a hátulját, meg ilyeneken így azért elgondolkodom, meg sírhandművek felirattal. Persze. Hát köszönöm, hogy bekerült az autóm a Szocgérbe. Hálás vagyok érte. Sajnos megéheznek a kicsikék. Adni kell nekik enni. De ez sose baj.